Tisztelt igazgató úr, államtitkár úr, elnök úr, professzor úr, kedves egykori és mai diákok, tanárhölgyek és urak! Nagy öröm és megtiszteltetés és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és jó magam számára is, hogy részt vehetünk ezen a mai szép ünnepen és ebben az iskolában, mely oly sok kreatív és világformáló, nem túlzás, világformáló magyar alkotó alma mátere. Engedjék meg, hogy előjáróban átadjam hivatalunk elnöke, dr. Bengyel Miklós jó kívánságait, az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete egykori legendás vezetői emléke előtt tisztelgő szoboravatás alkalmából. Boks Árpád 85 évvel ezelőtt lépett be ezeken a kapukon, lett a Fasori Gimnázium növendéke, itt szerezte azt az enciklopédikus tudást, majd a jogi egyetemen azt az alapos és több idegen nyelv ismeretének birtokában kialakult szakmai tudását, mely őt elvezette egy ENSZ világszervezet csúcsára, nem akármilyen körülmények között, hiszen tudjuk, 1948-ban édesapját akkor már bebörtönözték, emigrációba kényszerült, majd családja 9 hónap után tudta őt követni, egy párizsi kiküldetésen vett részt, ahonnan már nem tért vissza, ezt az utat választotta, sokat vívódott ezen későbbi életében, hogy jót tette ezzel, hogy elmenekült az országból, vagy jobb lett volna, ha itt áll helyt, de valószínű, hogy ez az életmű így nem teljesedhetett volna ki, hogyha ő az itthonmaradás mellett dönt. Így érkezett meg Párizsba, családja 9 hónap után tudta őt követni kalandos úton, és az UNESCO egy szerzői jogi irodájában kapott állást, mint 3 nyelven beszélő, képzett jogász, korábban is a Magyar Rádióban szerzői jogi területen dolgozott. Pár évvel később Washingtonban kínáltak fel neki állást, az első becsöngetés. Kínáltak fel neki állást, amit akkor ő elfogadott, és lelkesen, egész családjával áttelepülve végezte ott a munkáját. 1956 is ott érte, amikor aggodalommal figyelte a hazai eseményeket. A családjáról semmit nem tudott, a levelezés is kockázatos volt, emberpróbáló idők voltak, az újonnan menekültektől szerzett értesülést, akiket segített munkához és kenyérhez Boks Árpád már akkoriban. Azonban Amerika nem volt számára vonzó, ő európainak érezte magát, az európai kultúra iránt vágyódott, és az első adandó alkalommal elvállalt egy állást Genfben, a Szellemi Tulajdon Világszervezete jogelődjénél, ahol hamarosan vezetői állást kínáltak fel neki. Szerzői jogi tudását tovább fényesítette, 3 egyetem díszdoktora lett, és amikor a Szellemi Tulajdon Világszervezete megalakult 1963-ban, pontosabban annak jogelődje, akkor őt vezérigazgató helyettesnek kérték föl. 1973-ban lett nagy többséggel a világszervezet elnöke, amelynek létrejötte, az ő munkáját dicséri nagy részben. Jellemző a kor viszonyaira, hogy a világszervezet, Szellemi Tulajdon Védelmi Világszervezetnek az elnökét az egyes tagállamok küldöttei választják. Így a magyar küldöttek is részt vettek a szavazásban 1973-ban. Az otthonról kapott politikai instrukció az nyilvánvalóan az volt, hogy nemmel kell szavazni, hiszen akkor is a használattal ő diszidensnek számított. De a magyar delegáció becsületére mondva inkább kimentek a szavazásról, mint hogy nemmel kelljen a Boks Árpádra szavazniuk, aki már az első körben 2/3 többséget szerzett, és 4 cikluson át 24 éven keresztül töltötte be az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezetének
a legmagasabb tisztjét, a vezérigazgatói állást. Ez alatt olyan eredmények születtek, hogy a szellemi tulajdonvédelemhez tartozik. Ugyanúgy a biológusok is érintettek benne, mint a filológusok, tehát a jogvédelem kiterjed a növényfajta oltalomra épp úgy, mint a szerzői művekre, és ezek nemzetközi megalapozása, nemzetközi egyezményekkel történő megalapozása, és a világszervezet kialakítás az ő nevéhez fűződik. Ezzel elérhetővé vált, hogy más államokban is egy adott mű jogvédelmet élvezzen, és ugyanúgy része legyen a jogrendszernek, mint más államokban. Később a szellemi tulajdon világszervezetének új épülete, és az ő nevéhez fűződik, ennek megépítése, amely hatalmas beruházás volt, de jellemző Boks Árpád kötődésére, hogy a legtöbb műalkotás és tervezői munka egy része is magyar művészek munkája. 90-es évek elején egy magyarországi újságíró látogatott a Genf jellegét meghatározó székházba, és azonnal érezte a magyar lobbinak a befolyását, hiszen olyan alkotó művészek munkáit lehet megtalálni, mint Molnár C. Pál és mások, valamint a kupola freskóján is magyar művész munkája látható. Boks Árpád a műalkotásokkal és a művészekkel is jó barátságban volt. Három szobor készült róla életében. Az egyik egy olasz képzőművész, olasz művész Alisza Borghese Principessa féle, ami ma a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal a budapesti székházában található meg a kamarateremben, ha meglátogatnak minket, szívesen megmutatjuk. A második Borbás Tibor féle szobor, a harmadik pedig a Fiorede Enriquez féle, ami a Genf Szellemi Tulajdon Világszervezet székházában található, ami ma felavatásra kerül, ez a Borbás Tibor féle munka. Különös, hogy Boks Árpád életében megfogalmazta erről a szoborról gondolatait, az alkotás folyamatáról. Ritka esemény ez, hogy megismerhetjük egy szoborhoz modellt ülő személyiségnek a gondolatai saját szobráról. Engedjék meg, hogy röviden ezt felolvassam, amit a most átadásra kerülő szoborról írt, az alkotásról. Borbás Tibor művészi stílusa modernebb volt, mint a Principessáé. Művészi kifejezése inkább expresszionista volt, az agyagot spatulával formálta, ezáltal az agyag, mint a durvább vonalakat mutatott, mint hogyha ujjaival képezte volna. Tibor nagyon gyorsan dolgozott. Ültemben szinte éreztem, miként alakul a mellszobor a puha agyagból. Alkotó munkája persze kiterjedt személyemre is. Közben magyarul beszélgettünk, ami közelebb hozott bennünket egymáshoz, lelkileg is. Talán ennek köszönhető, hogy végeredményben mellszobromon jobban hasonlítok magamra, jobban magamra ismerek benne, mint a Principessa alkotásában. Éreztem részben a rokonszenvet, amely közös eredetünkből és nyelvünkből ered, részben magával ragadott az alkotás üteme. Furcsának vélhető, de rövid időn belül másodszor is modellt ültem saját mellszobromhoz. Első pillanatban tűnhet ez még nekem is álszerénységnek. Mögötte azonban mostan észre a túlélés vágyát is látom. A két alkotás közül a szívem a magyar felé húz. Borbás jobban megérezte egyéniségemet, intellektuális vonásaimat jobban érvényre juttatta. Nem akart esztétikus férfi szépséget ábrázolni ott, ahol saját véleményem szerint veti közbe. Ilyen nem volt. A szépség helyett mélyebb, spirituális szellemi értékek jutott a kifejezésre. Boks Árpád egyike volt azoknak a magyaroknak, híven a fasori hagyományokhoz, akiknek munkássága előbbre vitte a világ dolgát. Eltökélten dolgozott azon, hogy jobb állapotban hagyja a világot utódokra, mint amilyenben találta.
szakmai arszpoétikájának latin nyelvű mottoja, ma is aranybetűkkel ott olvasható a genfi székház kupoláján, melynek egy része így hangzik: Nascuntur ab humano ingenio omni, artis inventorum que opera dignam hominibus vitam sapiunt. Azaz az emberi szellem a forrása minden művészi alkotásnak és minden találmánynak, az életet emberhez méltóvá azok teszik. Kívánom, hogy Voksa Árpád alkotó életútja is követendő minta legyen a Patinás Gimnázium jövendő és értelmes emberi életre vágyó növendékei számára, épp úgy, mint meg annyi egykori diák és legendás tanára is. Köszönöm, hogy meghallgattam. Most pedig tisztelettel felkérem Hajdó Ákos igazgató urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Mielőtt elkezdeném, hadd utaljak egy mondattal a idézett Voksa Árpád latin nyelvű arszpoétikájára. Nemrég olvastam, hogy annak idején Hende Csaba még államtitkárként egy parlamenti felszólalásában is ezt az idézetet említette, amikor a szerzői jog védelmet célzó törvényt szerette volna elfogadtatni a parlamenttel. Tisztelt egybegyűjtek, kedves vendégeink! Szép szokása a fasori közösségnek, hogy időként szobrot emel azoknak az embereknek, akik életük munkásságával, szellemi nagyságukkal, az intézmény érdekében végzett tevékenységükkel, példamutatásukkal kiérdemlik ezt. Az újraindítás után 6-szorra leplezünk le szobrot Wigner Jenő, Neumann János, Harsányi János, Balogh János, Vermes Miklós után, most Voksa Árpádét. A szobor régóta elkészült, azóta vár felavatásra, aminek azonban fontos feltétele, hogy legyen egy talapzat, amire ráhelyezik. Ez készült el mostanra a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala segítségével, amelyet ezúton is köszönünk. Az avatás időpontja kétszeresen is időszerű. 25 éve indult újra a Fasori Evangélikus Gimnázium, amelyhez igen jelentős anyagi segítséget adott Voksa Árpád, és a vezetésével Genfben 1988. februárjában a Vipo székházában megalakult Fasor Verein. Az egyesülethez Európa sok országából csatlakoztak volt fasori növendékek, és a Deák téri Leány Gimnázium volt diákjai. Az ő adományaikból és a közben elindult hazai adománygyűjtésből lehetett a gimnáziumot felszerelni az oktatáshoz szükséges felszereléssel, eszközökkel, szakkönyvekkel. Voksa Árpád 1937-ben érettségizett a Fasori Gimnáziumban, volt fasori diákként kötelességének érezte, hogy volt iskolájának minden tőle telhető segítséget megadjon az újraindításhoz. Egy 1992-ben vele készült interjúban ezt mondta: a Fasori Evangélikus Gimnázium volt az alma mater, vissza is szeretném fizetni, amit kaptam tőlük. Úgy látom, most igen jó kezekben van, igyekszem segíteni. Remélem, ha jelen most is azt gondolná, hogy jó kezekben van a Fasori Evangélikus Gimnázium. Mindig nagyon büszke voltam fasori diákságomra, apám is ott tanult. Őseim késmárki cipszerek voltak, én már Pesten születtem, és a fasori szellemet éreztem otthon is. Mint említettem, az avatás kétszeresen is időszerű, egyrészt az előtt elmondottak okán, másodszor pedig azért, mert szeptember 19-én, tehát bő 2 hét múlva lesz 10 esztendeje, hogy Voksa Árpád elhunyt. Nemzetközileg elismert szakember volt, tiszteletére emlékérmet hoztak létre, amelyet már 2 magyar szabadalmi szakember is megkapott. A Vipo székháza ma az ő nevét viseli, az ő szobra áll előtte. Végezetül álljanak itt Cselőtei László akadémikus, volt fasori diák, rá tavaly emlékeztünk emléktábla állításával, szavai. Az iskola megszűnése után a fasori szellemet a volt tanárok és diákok ápolták, és vitték tovább. Az újrakezdés lehetősége mindig élt bennünk. A tudatos és nyílt szerveződés az 1980-as évek elején indult meg, melyben a volt diákok meghatározó szerepet vállaltak. Az erről szóló elvi egyetértés, állásfoglalás, majd döntés lényegében 1985-86-ban született. A folyamatban külföldön élő tagtársaik is részt vállaltak,
Így alakult meg többek között részvételével és Boks Árpád vezetésével a Genfi Fasor Egyesület. A következő 2-3 év az iskola új feladatokhoz való átépítésével és az induláshoz szükséges szervezési feladatokkal telt el. Az újjászervezési folyamat és a munka irányításában döntő része volt dr. Gyapai Gábornak. Ő a megszűnés előtti 5 évben már a régi Fasor tanára volt, az Újkösök iskolának pedig az első igazgatója lett. Köszönöm szépen a figyelmet! Adom a lehetőséget. És most felkérném dr. Liptai György egyetemi tanárt, a Volt Növendékek Egyesületének tiszteletbeli elnökét, és Barcsai Zsombor műegyetemi hallgató, az Egyesület vezetőségének tagját a szobor lenevezésére.